Üdvözlöm Önöket, ez itt a Turmix 30, most a 2016-os évet tekintjük át. Több ünnepélyes átadóra látogatunk el, majd 104 éves idős hölgyet köszöntünk, emellett érdekes leleteket tekintünk meg, és sok-sok programon veszünk részt. Tartsanak velünk a következő fél órában. Ismét kezdjünk az életképekkel.
Gyöngyös legidősebb lakosát, a 104 éves Harmana Lajosnét köszöntötték az idősek bentlakásos otthonában. Örzse néni a köszöntőn szívesen emlékezett vissza unokája születésére, férjére, de felidézte a két világháború és a rendszerváltás okozta problémákat is. Virágcsokorral köszöntötte a város legidősebb emberét Harman Alajosnét Hisz György polgármester 104. születésnapja alkalmából az idősek bentlakásos otthonában. Örzse néni jó egészségnek örvend, szívesen osztotta meg élményeit és emlékeit a polgármesterrel és az ápolókkal. Mindig jó vele beszélgetni, sok olyan dolgot mond, amit az ember meg kell, hogy szívleljen. És szellemileg friss marad, néha már, jobban emlékszik el a múltra, mint a tegnapi napra, vagy a mai napra, de fantasztikus. Tehát az a életpálya, amit befutott, amilyen sok nehézségen átment, és mégis megőrizte szellemi frissességét. Örzse néninek nem volt könnyű az élete. 16 évesen már teljes munkaerőnek számított. Egy évvel később pedig megismerte férjét, akit a világháborúba katonának hívtak, majd hadifogságba esett, 2 évig nem látta a család. A viszontlátás pillanatára azonban Harman Alajosné a mai napig tisztán emlékszik. Vestünk egymás. Szó nélkül csak hallgattuk. Meglepetés. Hazatértek angol fogság. De Örzse néni ugyanígy látja maga előtt azt a pillanatot, amikor megszületett az unokája. Az ünnepségre pedig ők unokája is megérkezett, aki még 1 éves sincs. Többen is érdeklődtek Örzse nénitől a hosszú élet titkáról, de azt mondta, azt még a tudósok sem tudják. Az idős otthonban jól érzi magát, szereti az őt körülvevő embereket, biztatásukra a születésnapi tortán lévő gyertyákat is elfújta. Hisz György polgármester reméli, hogy még éveken át tudja köszönteni a most 104 éves Örzse nénit. Havastály fogadta a Mátrában kirándulókat, Kékestetőn és Gaján is több centiméter hó hullott 2016 áprilisában. A turisták zöme nem télre készült, itt sokan meglepődve tapasztalták, hogy inkább csizmát kellett volna húzniuk tavaszi cipő helyett. Április vége, Kékestető, Gajatető, hóesés. Míg tavaly március utolsó napjaiban elbúcsúzott a Mátrától is a tél, addig idén tavasz közepén is lehet hóembert építeni. Bár a hőmérséklet fagypont körül volt napközben, a hó gyorsan olvadt, de így is lehetett élvezni a téli Mátrát. Sokan örömmel tapasztalták, hogy ilyen meglepetés várta őket Kékestetőn. Hát tetszik. Hát kuriózom, nagyon ritka az ilyen. Bár a pulóver alatt is csak rövidújút viseltek, örömmel sétáltak az ország legmagasabb pontján. A köd miatt a tornyot is alig lehetett látni, de igazi téli táj fogadta az ideérkezőket. Voltak, akik már tegnap kifigyelték a hóesést, így most melegen öltözve érkeztek Kékestetőre. Ez nekünk így nagyon kellemes. Sokan az erdő sűrűjéből érkeztek, ez a hölgy Amerikából jött Magyarországra, de hóesésre ő sem számított. I love the snow, this is beautiful. Nagyon szeretem a havat, gyönyörű itt a táj. Engem Kelet-Oregonra emlékeztet, arra a területre. Ők Budapestről indultak a Mátrába kirándulni, így számukra is furcsa volt, hogy az enyhe tavaszi időből megérkeztek a télbe. De a táj mindenkit kárpótolt, még ha fáztak is. A magasabban fekvő tájakon még pár napig előfordulhat hószálingózás, így érdemes kesztyűt és sapkát is húzni, hiszen a hóesés mellett köd és erős szél is hűti a levegőt. Arra, hogy április végén ilyen havas idő legyen, legutóbb 1997-ben volt példa, akkor 12 centi hó esett a Mátrában. Hosszú évek óta várt felújítás kezdődött meg 2016 májusában a 24-es számú főút Gajatető és Parát közötti szakaszán, mintegy 7,7 kilométeren. A komplex útfelújítási programban 69 milliárd forintból országszerte 444 km főúti és közel 120 km mellékúti szakasz újult meg. Dolgoznak a munkagépek a 24-es számú főút mintegy 7,7 km-es szakaszán. A komplex útfelújítási programban 69 milliárd forintból országszerte több mint 560 km fő- és mellékúti szakasz újul meg. Heves megyében 3,3 milliárd forintból kapnak új aszfaltburkolatot az utak. Megújul belőle Gyöngyös és a megyehatár között a 3-as főútvonal, 21-esnek az első ilyen nagyjából 800 méteres szakasza, és ami számunkra most nagyon fontos, ami miatt itt vagyunk, és az autós motorsportnak egyaránt fontos, 24-es számú
főútnak nagyjából egy közel 8 kilométeres, 7,7 kilométeres szakasza. A hegyi út felújítása már régi álmuk volt a képviselőknek, lakosoknak és a gyorsulási sport szerelmeseinek egyaránt. Ezen az úton érkeznek ide a Parádi völgybe, a Mátra északi oldalára a várva várt vendégek. Van miért idejönniük, tehát okuk van arra, hogy idejönjenek. Nagyon fontos, hogy lehetőségük is legyen arra, hogy idejöjjenek, és itt az út megkerülhetetlen. A munkák tehát több célt szolgálnak. Javul a térség turizmusa, csökken az utazási idő és emelkedik a közösségi közlekedés színvonala. Nem utolsó sorban pedig visszatérhetnek a gyorsulási sportversenyek is. 2008-ban volt itt utoljára a bajnoki futam, autóverseny, ez a 32. Parádi felfutóverseny volt, és azóta kellett várnunk, és minden erőt megmozgatnunk azért, hogy visszatérhessünk ide. A rossz minőségű útszakaszon az elmúlt években több baleset is történt, ezért nem csak új aszfaltburkolatot kap az út, hanem fejlesztik a forgalomtechnikai elemeket is, és mintegy 2,7 km hosszon motoros védőkorlátot is építenek. Tudjuk azt, hogy itt a hegyek között az utak nem egyenesen vezetnek, kanyarognak, elég éres kanyarokkal szelik át a völgyeket és a hegyeket. Ahhoz, hogy itt biztonsággal tudjanak közlekedni az arra járók, ahhoz nagyon komoly biztonságtechnikai intézkedéseket kell foganatosítani. A munkálatok várhatóan ősszel fejeződnek be. Ünnepélyes szalagátvágással adták át a Felsővárosi Általános Iskola új tornatermét. Az Európai Uniós beruházás mellett az intézmény udvara, a kápolna épülete és a szabadtéri sportpályája is megújult. Ünnepélyes szalagátvágással adták át az új tornatermet a Felsővárosi Általános Iskolában. A jelenlegi és a volt városvezetés is jelen volt az elkészült beruházás átadóján. Hisz György polgármester beszédében megköszönte az annak idején elkezdett 385 millió forintos projektet. Hadd köszönjem meg az előző testületnek azt, hogy pályázott, hogy sikeres volt, nyert. A mindennapos testnevelés bevezetése miatt kellett egy új tornatermet építeni, kezdi beszédében Horváth Zoltánné, az intézmény igazgatója. Hozzáteszi, a beruházás nem csak egy teljesen új, akadálymentesített tornaterem és a hozzá kapcsolódó öltözők építését foglalta magába, hanem az iskola udvarának teljes újjáépítését is, és a több mint 100 éves kápolna felújítását is, ami több funkciót is betölt. Az épületben egyébként található az összenyitható tükrös tánctermünk, amit rendezvények alkalmával próbára használjuk, vagy pedig a tánc és mozgás órákat tartjuk ott. Itt található egy rajzterem, ami a Hibó Tamás Művészeti Iskolánknak a helyszíne is. A munkák még 2013. júliusában kezdődtek, és több csúszás után fejeződtek be. Kiderült, hogy három kivitelező dolgozott a területen. Már is egy hiba volt, hogy 5 részterületre és 3 kivitelezőnek adták ki a munkákat. Következő, hogy a tornaterem építőt kivéve az összes kivitelező kritikán aluli teljesítmény nyújtott. Volt, aki 2015 májusában vonult le, volt, aki 2015 szeptemberében. Új kivitelezőt kellett választani, és hál' Istennek mind a két új csapat becsülettel határidőre befejezte a munkát. A beruházás részeként a kültéri sportpálya új burkolatot és világítási rendszert kapott. A felújított udvarra játszótéri eszközök, készségfejlesztő játékok kerültek. Gyöngyös volt az egyik állomása az első alkalommal meghirdetett motoros borokútja rallinak. Guruljunk oda! Országos borversenyeken nagyon gyakran az első 10-be szerepelnek boraink, dobogósok, első helyezettek, világgyőztes boraink vannak.
A felelősségteljes közlekedés, felelősségteljes alkoholfogyasztás, hogy megismertessük a lehető legszélesebb körrel azokat a borvidékeket, azokat a gyönyörű szép tájakat, amiket sajnos a rohanó életünk folyamán mindig elkerülünk. Látni, hogy ismerkednek a résztvevők a pincével, és tájékozódnak, és azt gondolom, hogy a legjobb reklámértéke van az itteni környékbeli borászatoknak és a környékbeli pincészeteknek. A toronyház megépülésének 45. évfordulóját családi nappal ünnepelték meg az épület egykori és jelenlegi lakói. A szervezők célja a jeles évforduló megünneplése mellett a lakóközösség erősítése volt. Először az iskola útra költöztettek bennünket, amíg a toronyház föl nem épült. Tehát 68-ban én oda mentem, és akkor mikor 71-ben átadták, akkor jöttünk ide. Hát mi ezt nagyon vártuk, megmondom őszintén, mert ugye családdal, gyerekekkel, két gyerekkel jöttem én is, úgyhogy ez borzasztóan kíváncsiak voltunk. És mi már a 2-3 év alatt is figyeltük, ahogy épül. Eljöttünk erre sétálni, mert ez egy szenzáció volt, ahogy ez beindult. Jönnek hozzánk látogatók, ismerősök, rokonok, akkor általában a nagyszobában a bejárati ajtónál megállnak, így kitámasztanak két oldalra, és azt mondják, hogy hű de magas, hű de messzire ellátni. Másik az, hogy hű de meleg van itt. Ennek rettentően örülök, mert azért a mai világban nagyon ritka az, hogy olyan közösség van együtt egy házon belül, akik képesek, tudnak és akarnak is együtt dolgozni, és itt most a munka jó értelmére gondolok, hiszen a mai programot teljesen önerőből szervezték. A 2016-ban történt meg a Gyöngyösi Úszoda és Termálfürdő névadó ünnepsége, mely azóta viseli Dr. Csépe György nevét. A 33 méteres medencét Snakócki Béláról, az 50 méteres medencét pedig Horváth Miklósról, az úszó sport kiemelkedő alakjairól nevezték el. Csépe György is az egész életét a közösségnek szentelte, úgy dolgozott pedagógusként, tanárként, tényleg a legnagyobb sorsú gyerekek nevelésével. Családapaként az úszásnak szentelt életét, lánya olimpikon, olimpiai helyezett, és hát mint sportszervező és sportvezető pedig élete volt az úszás. Na
nagyon örülök, hogy az édesapámról nevezték el az uszodát. Ez egy hatalmas elismerés, és nagyon nagy az egész család, nagyon örül neki. Köszönjük a városnak, és a polgármesteréknek, és a Parafa úszóklubnak ezt a fölterjesztést, hogy az uszoda róla legyen elnevezve. Ezzel szeretnénk méltó emléket állítani nekik, illetve a mai fiataloknak, edzőknek, sportolóknak, szakvezetőknek pedig jövőképet adni, és megfelelő irányba mutatást biztosítani. A 18. századi leletek érkeztek ebben az évben a Mátra Múzeumba, melyeket a múzeumok éjszakáján mutattak be a nagy érdeműnek. Egy hattagú család természetes módon mumifikálódott maradványait állították ki. Egyén temettek be 1738 és 1838 közötti időben, de túlnyomóan a 18. században, és ahogy említettem, a lényegük az, hogy természetes módon mumifikálódtak, tehát minden emberi beavatkozás nélkül. Ez részben a kripta klímájának volt köszönhető. Ezek a kripta leletek közel azonos korúak, mint a Váci kriptában talált leletegyüttes, és ugye ez két kisvárosnak a lakóit eleveníti fel. Gyöngyösön egy mezővárosi lakóközösséget látunk, míg Vácon egy polgári közösséget. És ugye közel egykorúak, tehát össze lehet hasonlítani őket.
Új Guinness rekordot állított fel a gyöngyösi tolmács 2016. szeptemberében. 1301 kettőbel swinget teljesített egy óra alatt Füleki Eszter, és egy óra alatt több mint 20 tonnát emelt meg. Eredménye magasan felülszárnyalta az addigi hivatalos világrekordot, amit ráadásul egy férfi állított fel. Tavaly, amikor a 100 000 swinges kihívásomat csináltam, úgy március körül az egyik kommentelőm, ugye én ezt egy közösségi oldalon osztogattam meg mindig, hogy mennyit edzettem éppen aznap, odaírta, hogy ebből Guinness rekord lesz, és akkor ugye belerakta egy kicsit a bogarat a fülembe, elgondolkoztam rajta, hogy vajon hogy lehet valamiből Guinness rekord, és akkor ennek utána jártam, akkor döntöttem el, hogy ezt meg lehet csinálni, és meg is kellene csinálni. Most egyelőre még a saját idei 300 ezeres kihívásomat szeretném befejezni, de mindenképpen szeretném még azt, hogy majd valami új kihívást találni, mert szerintem a kihívásokban az a nagyon jó, hogy motiválják az embert és viszik előre. Ennyi fért mai adásunkba, köszönöm, hogy velem tartottak, legközelebb a 2017-es évből szemezgetünk. Addig is YouTube csatornánkon megtekinthetik korábbi adásainkat. Szép hétvégét, viszontlátásra!